A Máté Szalkai Szakképzési Centrum Nyírbátori Intézménye, a Bethlen Gábor Technikum Szakképzőiskola és Kollégium 2016-ban indította el a Centrum Futsal sorozatot, amelynek 6. alkalommal rendezték meg a döntőjét. Az első években csak 3 igazolt futsalos léphetett csapatonként pályára, most már azonban klubcsapatok utánpótláskorú játékosai mérik össze tudásukat. A 3-körös selejtezőt követően 8 régióból 12 csapat jutott a nyírbátori fináléba. Mint Lőrinc Sándor, a sorozat ötletgazdája elmondta, az intézmények külön is készülnek a tornára. Hiába ezek úgymond profi játékosok, muszáj összekovácsolni őket. Mi úgy szoktuk csinálni, és azt javasoljuk a többieknek is versenykiírásszerűen, hogy csináljanak házi foci bajnokságot. Nézzék meg, hogy kik azok a játékosok, akiket be lehet tenni. Ezt általában október, november, decemberben, de általában decemberben mindig van egy házi foci bajnokság minden iskolába. Egy karácsonykupa, és akkor ott kiválogatják a gyerekeket. Azt szoktuk mondani nekik, ha egy héten egyszer legalább összeálltok focizni, vagy gyakorolni, akkor az már megtettetek érte annyit, hogy jó kis csapat lesz, illetve az itten megjelent csapatoknak nagy része a diákolimpiai futsal tornákon is részt vesz, úgyhogy ők kétszeresen fel tudnak készülni. Csenger a vármegye egyik futsal fellegvárának számít. Az Adiban elindult egy sportosztály, és Kárpátaljáról is érkeznek gyerekek az intézménybe. A csapat edzője szerint a döntőknek a sportérték mellett is van hozadékuk. Nagyon szeretjük ezt a nyírbátori tornát. Itt szeretnék gratulálni a rendezőknek is, mert járunk mi diákolimpiára, voltunk nemrégen Pécsen, januárban az országoson, de valahogy ez a nyírbátori torna, ez a szívünk csücske, nagyon szeretnek idejönni a gyerekek, sportbarátságok kötődnek, például a tavaly nagyon jól összebarátkoztunk a győriekkel, ez az idén is folytatódott, tehát már ők sokszor mondják nekem, hogy tanár úr, jönnek ők is, kijutottak ők, én még nem is tudom a hivatalos eredményt, mert egymás közt beszélgetik, úgyhogy azt szerintem a torna maximálisan eléri a célját, legalábbis, hogy itt a sportbarátságok, meg a kapcsolatok, edzők, játékosok között kialakulnak. A csengeriek végül a 4. helyen zárták a döntőt. A győzelmet a veszprémi Táncsics Mihály Technikum csapata szerezte meg a Pogányos Csibészek Fantázia nevű budapesti együttes előtt. A 3. helyen a Berettyó Újfalui Arany együttese végzett.